Szerszámok, alkatrészek és egyéb lopott tárgyak egy hőgyészi családi ház udvarán. Ide idén-nyáron tört be egy háromtagú banda. A rendőrség felvételein jól látszanak a helyszínelés nyomai. Két szolgálaton kívüli rendőr június közepén a késő esti órákban észlelte, hogy egy lakatlan házba betörtek. A rendőrök rövid időn belül elfogták az elkövetőket. A kollégáim azonnal a helyszínre érkeztek, ahol elfogták a 16, illetve 12 éves fiatalembert. 19 éves társuk elmenekült a helyszínről, majd a helyszíni szemle során visszatért oda, és elismerte munkatársaimnak azt, hogy valóban ők törtek be hárman ebbe az ingatlanba, ahonnan lopási szándékkal próbáltak meg értékeket eltulajdonítani. A 19 éves fiúnak a 12 éves testvére is vele volt, illetve egy 16 éves szintén Mucsiban élő fiatalember. A rendőrök a fiatalokat előállították és elszámoltatták. Nekik lopás kísérlete miatt kell felelniük. A 16 éves fiúval szemben az egyenruhások szabálysértési feljelentést is tettek, engedély nélküli vezetés miatt. Később kiderült, hogy a hőgyészi lopás mellett a 19 éves férfi Mucsiban is több házba betört két idősebb társával együtt. A 19 éves fiatalnak azért is felelnie kell, mert gyermekkorú testvérét is magával vitte a hőgyészi betörés helyszínére. Ez miatt őt a lopások mellett kiskorú veszélyeztetése büntet elkövetésével is meggyanúsították a nyomozók. A 12 éves fiatalemberrel szemben a lopás miatt büntető eljárás nem kezdeményezett a rendőrség, hiszen a büntető törvénykönyv szerint a lopás nem minősül 12 éves korban még büntetendő cselekménynek. A 16 éves fiatalemberrel szemben pedig szintén büntető eljárást indítottak lopás vétségkísérletének megalapozott gyanúja miatt kollégáim. A 12 éves gyermeket védelembe vehetik a hatóságok az eset miatt. Ez azt jelenti, hogy a gyámügy akár ki is emelheti a családból a gyereket a későbbiekben. A tamási rendőrkapitányságon a nyomozást befejezték, és a keletkezett iratokat megküldték az illetékes ügyészségnek.